merek szendvics cream az olyan. Humusztól szopáltam én is mestem. Diétázok. Csirkés, nem bazd? Csirkés. Egyébként alig van benne 200 kalória. Vagy mennyi. És köszönöm nektek, már félúton vagyunk. A Doszpot ma úgy döntött, hogy diétázik. Nem. Be van száradva, mint egy vaddisznó. Elhoztam unokaöcsémet, ifjabb Gábor is. Ő fogja átvenni majd tőlem a stafétabotot. Hát a kéreksze. Igen, jövőre. Addig szépen kipatintjuk. Nem sokára odaérünk. Én addig úgy csinálok, mint a diétáznék, mert hoztam rist is. Egyébként ez pulykavirsli. Lecsós. Nehogy már izé. Azt higgyétek, hogy attól nézek ki. Szálkásnak, mert diétázok egész nap. Hétvége van csalónak. Kicsit megromlott a tojás. Az zöld. Beződült. Geci. Múltkor anyám vett ilyen olivás stanglit, és fater nem ette meg, mert azt hitte, hogy penészes az oliva darabok. Ne kövessetek el hasonló hibát. Az azért volt. Reméltem, hogy fölveszed. Esküszöm, hogy nem pisált a kakirat állva. Rá van írva, hogy ingyenes, oda van írva, hogy 120 cm. A WC-re nem lehet belenni 120 cm alatt, ez új korlátozás, gyerekek. Itt vagyunk, Siófokon. Nagyon szép minden, lehet ugrabugrálni, meg táncolni, ott a másik oldalon a fél. Bemegyünk, én ezt akarom. Bemegyünk pipikélni. Azt nem mutatom meg nektek, ha nem van. Srácok, egyelőre fákszünk, mert még nem sok minden van itt a strandon. Nyomnak fekve, ilyenek. A kollégával elment a Fanni fürdjeni. A kápisok itt maradtak. Meglátjuk, mi lesz. Találkoztam már 2 hűkövetőmmel. Remélem még sikerül összefussak velük egy képre. Óriási élmény számomra ez. És örülnék, hogyha minél többet megismerhetnék közületek, akik vannak olyan hülyék, hogy hallgatnak rám. És igazából egy évvel jelentkezem, megmutatom, hogy mi a téma, ha fél a téma, úgy bizony, de... És megyünk gyúrni itt a szabadtéri strandon. Nincs tokám. Nézzétek, nem személytel töltés. Tanuljatok tőle, nem csokit kell zabálni. Rist. Csaparist. Az vagy, amit megeszek. Kínai leszel. 50-es. Beépül a jobb icedbe minden. Ő nyerte meg a Trim with Blood Challenge-et, akkora vagyok mellette, mint valami óvodás, aki most szökött meg a szanatóriumból. Nézzük meg ezt a kart. Egy bajnok lesz. Gratulálok még egyszer utólag is. Vigyázz, mert az hízlal. Nem baj, már nem érdekes. Gyerekek, erőemelőként nem kell daggatnak lenni. Jobban néz ki, mint én. És most elmegyek ki, bezabálok, mert elásom magam szégyenemben. Példa. Egyáltalán nem esik az eső, csak mindenki izzad és már fújja a szél le róluk. Mindenki nagyon izmos. Befeszengít? Bedurrantottunk. Csecset. Az a baj, nem tudom, hogy lehet szépen pozolgatni. Pozerkodni. Gyerekek, bedurrantottunk Nagybaú, háromszor eláztunk közben, meg az eső is esett. Találtam egy százast. Elhagytál egy százast. Hát bizony. A versenyzőknek ma szuper napjuk lehet, körülbelül 4-szer áztak el a barnítás óta. Mivel annyira nem tudok miről beszélni, ezért elmondom a másik 5 napját a Turbo diétának, ami körülbelül annyiból állt, hogy reggelire vittem be szénhidrogént ugyanabban a szendvics formájában, ami az előző 5 napban volt, és a nap további részében pedig zöldbab volt, illetve párolt csirkemell, és vacsorára tojásfehérje. Nem egy bonyolult étkezés, kétszer volt ugye a zöldbab csirkemell, reggeli ugye a szénhidrátos, vacsora tojásfehérje, reggel, este kardió, ugyanaz maradt, 20 perc intenzív. Így a súlyom 86,5 kilóval zárult péntek reggel, akkor kezdtem el tölteni Muscle Beachre, gyerekek, hogy szentimentálisan, orbitálisan tudjak pozolni itt a fiatal kokszos brigáddal. Találkoztam sok emberrel, és sok nem emberrel is. Majd még jelentkezem. Például nem embernek tartom azt, aki 40 fokba, farmer jackibe és hosszú nadrágba sétál el mellettem jelenleg. Úgy bizony. Úgy bizony, de nepló. Srácok, hogy ti is lássatok, paranoiás vagyok, hogy lezárom-e az autót mindig. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, 8-szor visszafordulok, hogy bezártam az autót, bezártam a lakást, megnézem még egyszer, elmegyek a sarkig, aztán visszajövök és kinyitom, így, és lezárom még egyszer, hogy tutkó legyen. Ti is paranoiások vagytok? Dobjátok egy lájkot, hogyha igen. Már lezárom még egyszer, hát ha nem zártam le az előbb. Oké, biztos lezártam. A men's fizika versenyről, srácok, kicsit gáznak érzem a felhozatalt, mert volt olyan, aki baszott száraz volt, de rohadt vékony, és volt, aki rohadt nagy volt, de kurva vizes. Mint hogyha elfelejtettek volna készülni az emberek, de lehet csak azért voltak vizesek, mert szakadt az eső és eláztak. Itt úgy. Ott meg Jack Sparrow kicsit be van baszva, kalandoztunk a Karib-tengeren. Akart tőlem képet kérni, de mondtam, hogy ilyen csöves kukoricával nem fotózkodom. Remélem nem baj.